Marosházan egy helyszínen van három pártnak a képviselete. Most éppen Jámbor Nándorhoz közelítünk, rögtön megkérdezzük, hogy értékeli az előzetes eredményeket. Merre van? Erre található. Segítünk. Nagyjából elvárásainknak megfelelően alakultak a választások. Borítékolni lehetett a elsőprő fideszes győzelmet, de elsősorban szeretném megköszönni mindazoknak a szavazatát, akik támogattak és a voksukat a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltjeire adták le, és engedjék meg, hogy gratuláljak a várható győztesnek, Dancsó Józsefnek, Marosháza új polgármesterének. És megköszönöm mindenkinek a választáson való részvételt, és ugyanakkor gratulálok a Fecser János részére is, aki tisztességes harcban, de alul maradt. Második helyszínünk az MSZP iroda. A végeredmény, kérdezzük a Jobbikot, hogy megmondták. Végeredmény, minek utána az imént próbálkoztunk az MSZP-nél, de csak a végleges eredmény után fogadnak bennünket. Elmegyünk a Fidesz irodába. Itt azt mondják, jöhetünk. Kettőt tudok. Elég erőteljesen vezetek, tehát 300, közel 360 és Bogdánfi 200. Nem lesz, valószínűleg Fecser János nem lesz Marosháza polgármestere, ezt most kimerem jelenteni. Nem tudom pontosan. Egy óra múlva talán. Fölhívott egy állampolgár és érdeklődött az adat. A bejövő adatokról, de hát mivel nincs otthon számítógép, ezért választott telefonos tájékoztatás útját. Pozitív eredményekről tudtam az eddigiek alapján tájékoztatni. Hány százalékos feldolgozottságról beszélünk most? Csak az én szavazókörömet kérdezte, illetve a polgármester urat. A polgármester esetén a feldolgozottság most 80%, nálam pedig a három szavazókörből kettő jött be az alapján. Úgy néz ki, hogy egyelőre jól állunk. Ahhoz képest úgy látom, hogy elég nagy a feszültség az arcokon itt is. A mosolya, vegyül a feszültség. Ez így van. Ilyenkor mindig így van. Ilyenkor az a 8:30 és a 8:30 közötti, vagy 9 közötti időszak az a legfeszültebb dolog, még akkor is, hogyha már a 9. kampányomat csinálom, de ezt nem lesz sosem megszokni. Ilyenkor azt kívánja, hogy vége legyen már, vagy jó ez, hogy van? 35-ös. Ez nem jó, hogy van. Azt kívánom, hogy mindenki, aki a mi csapatunkban elindult, az sikeresen szerepeljen, és ezért izgulunk, nagyon mindenkiért izgulunk, hogy a legjobb eredményt sikerüljön elérni. Nincs egyelőre, illetve mit tudok mondani? 83%-os feldolgozottságnál Jámbor Nándor 53-37%. Rendben van, köszönöm szépen, szia Edi! A Fidesz iroda is lassan úgy néz ki, vagy mondhatnánk úgy, hogy 7 óra óta úgy néz ki, mint egy információs központ. Tulajdonképpen, amit a nézők láthatnak, amit meg tudunk mutatni, a párt megfigyelői az egyes szavazókörökben küldik az adatokat, ezeket összesítik, és hol sírnak, hol nevetnek a befutó eredmények kapcsán. Megcsinálod, jó, hogy bejutottunk. Nem nevetik én?